Színvonalas bajnokság. Jó évet zártak az asztali teniszezők. Jakabfi Imre, a Kanizsa Sörgyár ese vezetője szerint a 2015-16-os megyei felnőtt csapatbajnokság az eddigi legeredményesebb és legszínvonalasabb versenysorozat volt. A bajnokságot megnyerő Zalakaros csapata kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Veretlenül pontveszteség nélkül zárta a szezont. A második helyen az Zalakomár kettő végzett, harmadik lett a Gejzírkan és a Kft. Kanizsa Sörgyár kettő csapata.